nekünk papoknak az a feladat, az az ajándék jutott, hogy Krisztusnak különleges munkatársai legyünk a szabadítás nagyszerű művében. Ebből adódnak sürgető feladataink is, hiszen az emberek örök üdvössége múlik azon, hogy Krisztus örömhíre és szabadító ereje eljusson hozzájuk. Mert nagy a tájékozatlanság a kinyilatkoztatott hit igazságai körül. Még azok is, akik kereszténynek vagy katolikusnak mondják magukat, gyakran nem tudják pontosan, hogy miben is hisznek. Hát még a minket körülvevő nem hívő vagy közömbös világ. Nem véletlenül hangsúlyozza az egyház a püspöki szinódusra való készület keretében, hogy missziós közösségnek kell lennünk. Ennek a közösségi hivatásnak a középpontjában pedig a püspökök és a papok állnak, akik Krisztus személyében végzik a tanítás, a megszentelés és a pásztori kormányzás feladatát. Nagy felelősségünk tehát, hogy a hitet a maga teljességében továbbadjuk, úgy, ahogyan a katolikus egyház katekizmusában, modern összefoglalás formájában megtalálható. De a megszentelés művében is kiemelkedő a küldetésünk. Ha Krisztus a foglyoknak meghirdette a szabadulást, a bűnösöknek a bocsánatot, akkor nekünk is ki kell szolgáltatnunk a keresztséget és a bűnbánat szentségét, mégpedig Krisztus tanításához híven. A bűnbocsánat feltétele a valódi bánat. Bűneit az bánja igazán, aki elhatározza, hogy többé nem vétkezik. Megtérésről, megváltozásról van szó Jézus tanítása szerint. De mi nem csak ennek örömhírét hirdetjük, hanem a szentelésben kapott kegyelmi ajándék folytán valóban fel tudjuk oldozni a bűnbánókat. Tehát a gyónás elsősorban ezt jelenti. A pszichológiai kezelés vagy a profán értelemben vett vigasztalás nem ennek a szentségnek a sajátos feladata. Ahhoz pedig, hogy a kegyelemben kitartsunk és megmaradjunk a lelki szabadság állapotában, szükségünk van különleges erőforrásra is, mert egymagunkban nem tudunk helytállni. Az Eukarisztia szentségi közösségbe kapcsol minket Krisztussal és egymással. A szentségi házasság segíti a házastársakat a kölcsönös szeretetben és hűségben. Krisztus pedig vezeti egyházát már itt a Földön is, ebben vagyunk munkatársai, amikor szervezzük és vezetjük közösségeinket.